Én én vagyok, se több, se kevesebb, őrült, esőben mezít lábtáncolós, felhők felett repülős, mindent és mindenkit szeretős, bátor lélek vagyok. Ezt az idézetet kolléganőnk, ami gubai évánkoztotta meg korábban a közösségi médián. Nem is lehetne ennél jobban jellemezni őt, életvidám, határozott, magabiztos fiatal nő volt, aki lényegében nem ismert lehetetlent. Munkája során mindig naprakész és elérhető volt, Televíziós és rádiós riportok sokasága áll neve mellett. Nem akadt olyan téma, aminek nem tudott volna utána járni, vagy ami kapcsán nem tudott volna megszólaltatni valakit. Éva 2020 óta volt a Pannon RTV újságírója, főként a Tiszementi településeken, így Zentán és Adán, valamint a környező falvakban, városokban járta a terepet nem csak a híradó számára készített riportokat, több műsor elkészítésében is fontos szerepet játszott. A közelkép című műsorunk életében például szinte nem múlt el úgy hónap, hogy legalább egy részt ne ő készített volna el. Rengeteg rendezvényről, eseményről készített színes összefoglalót. Sok más mellett bemutatott egy vasúti múzeumot is. Gyakorlatilag láthattuk a kinti eszközöket, illetve a nagyobb használatos eszközöket. Nagyon sok minden található itt. Mik azok, amiket láthatunk? Hát igen, itt, itt, vannak az olyan dolgok, ami jó, ha tető alatt vannak, az is vannak tető alatt, ugye? Tehát javarészt itt vannak a lámpák és a telefonok. Iva a Zentai Gimnázium tanulójaként 2003-ban végzett. 18 évesen Budapestre költözött, ott végezte felsőfokú tanulmányait is, majd kereskedelmi televíziók műsorszerkesztőjeként dolgozott. 30 évesen mégis hazatért Bajdaságba. Erről beszélt tavaly októberben a közügyek vendégeként. Az a pici különbség közöttünk talán, hogy Magyarországon, vagy kimondottan Pesten, ott vidámak az emberek, de magányosan vidámak. Viszont mi itt Vajdaságban vidámak vagyunk, és mosolyogva tudunk ö, hatalmas közösségben megélni ö, különböző szituációkat. És nekem, amit meg kellett tanulnom, ö, egy picit lelassulni. Tehát, hogy én 18 évesen, amikor Pestre költöztem, akkor meg kellett tanulnom felpörögni, mert hogy egy kisvárosból költöztem oda, amikor hazaértem, akkor pedig meg kellett tanulnom lelassulni, ami nagyon nehéz, hiszen a mai napig is azért egy pörgősebb természetű ember vagyok, és néha nagyon lassúnak érzem az itteni életet, viszont belül érzem, hogy erre szükségem van, mert hogy az, az embert azért a nagyvárosban való élet, az, az, az teljesen fel tudja őrölni, és ezért kell egy kis nyugis. Éva, ahogy mondta, is pörgött. A pannonos munkája mellett számos más területen is teljesített. Egyebek mellett 2022-ben meghívást kapott a Zentai Turzólajos Általános Iskolába, ahol a végzős diákoknak tartott előadást kommunikációs szakemberként, a kommunikáció és annak fontossága a témakörben. Nagyon szerette és nagyon büszke volt édesanyjára, szüleire, családjára. Társasági ember volt és mindig mosolygott. Guba Éva 39 évet élt.